Gyurákovics, Kismáté, Szújó Boldor, Vianna, Rikelme, Wingler, Bumba, Krön, Csóka, Laca összeállításban kezdett csapatunk az ellen a Besztercebány ellen, akik ugyanúgy 29 pontot gyűjtöttek az őszi pontvadászatban a szlovák első ligában, mint a Dac vagy legutóbbi ellenfelünk a Trencsény. A piros medesek előtt adódott az első helyzet, de nem sokkal ezután Kismáté beadására Laca érkezett, fejese azonban egy védő megpattanva elhagyta a játékteret. Az Eto ezután átvette a meccs irányítását. A 13. percben Krön adott remek labdát a kilépő Bumbának, aki nem sokkal emelt a kapu mellé. A félidő derekán ismét ez a páros jeleskedett. Krön készített elő jobbról, a beadott labdáját Bumba alig fejelte mellé. Az első fél órában minden tekintetben ellenfelünk fölé nőttünk. Volt több olyan lendületes támadás is, aminél nem sokon múlt, hogy nem lett belőle helyzet, míg a piros mezesek csak ritkán jártak Gyurákovics kapuja előtt. Ha igen, akkor Erik nagyon magabiztos volt, mint itt Polievka lövésénél. Ígéretes volt még az első játékrészben Boldor szabad rúgása is, amit Ruska üggyel-bajjal hárított. Majd Csóka ugrott ki jogutemben, de a védő szorongatásában kicsi hosszan tolta meg a labdát, így már nem tudott kapura lőni. Az első félidő végelőtt Krön próbálkozott még többször is, hogy megszerezze a vezetést a csapatnak, ám sem közvetlen közelről, sem a 16-os sarkáról nem tudta végül bevenni a besztercebányaiak hálóját, így 0-0-val fordultak a csapatok. A második félidőben 15 perc után sort cserélt Antonio Muñoz, ezután nem sokkal fagyott le kameránk, és a szurkolók beszámolója szerint a játékvezető is, aki talán túl szigorúan büntetőt ítélt, de ezt a szituációt sajnos nem tudjuk megmutatni. Godal maga biztos ítélet végrehajtását azonban igen, amire 5 percen belül válaszoltak a mieink. Csontos adott remek labdát a kilépő Hamednak, aki a 16-oson belülre érve szépen kilőtte a hosszú alsót. 1-1. Ekkor már 10 perce a Ruiz, Vera, Szépe, Kis, Csontos, Anton, Tudor, Skvarka, Laca, Lukics, Hamed 11 muzsikált. Több lövési kísérlete is volt csapatunknak. A legközelebb Tudor állt a gólszerzéshez, de nem sikerült megszerezni a vezetést. A hajrában aztán első osztályú ellenfelünk is megrázta magát. Iruiz Barnának több fontos védése is kellett az eredmény megtartásához. De Pertis és Lebodnyik is próbálkozott, de végül egyikük sem járt sikerrel. Az utolsó támadásnál még levegőben lógott a győztes gólunk, de aztán ott is maradt. Így egy győzelem és egy vereség után döntetlen került a jegyzőkönyvbe Dunaszerdahelyen, vagyis egy biztató X-el zárta le csapatunk a kéthetes edzőtábort itt a MOL Arénában.